Az első gyermekcsoportok már birtokba is vették a felújított 57 férőhelyes felsőcsatári gyermeküdülőt. Nyaranta több százan töltik itt a szünidőt. Gyermekcsoportok, iskolai osztályok, ifjúsági csoportok, baráti társaságok visszatérő kedvelt táborhelye. Az ifjúsági tábor épületét önkormányzati támogatással az idén felújították. 3 millió forinttal támogattuk most ezt az átépítést, hát sok minden felújítás még nagyon-nagyon jó lenne itt az épületet illetően, de én úgy gondolom, hogy ez a nagyszerű csönd, ez a gyönyörű környezet, ez kárpótol sok mindenért, meg hát a gyerekek jól érzik magukat. Nem csak külsejében újult meg a ház, hanem biztonságosabb is lett. Felújították a tetőt, kicserélték a gerendákat, és korszerűsítették a teljes villamos rendszert. Amire még büszkék vagyunk, és ami még ebbe a pénzbe belefért, az pedig a vizes helyiségeknek és a szanitereknek a felújítása, illetve a körülöttük lévő csempézés és járólapozás, mind a külső helyiségeket, mind a házon belül található belső vizes helyiségeknek a megújítását jelenti. Az egyhetes táborok a nyári szünet kezdetétől indulnak.